Hölgyeim és uraim, az édesélet sztárja Berti Krisztián jelenleg Barcelonában költi a millióit, most őt kapcsoljuk Skype-on. Kéter itt a Dynamic és a Berki. Ja. Szerdán a Liga Kupa döntő után úgy gondoltuk, hogy egy Barcelona Atletico spanyol bajnoki döntővel leöblítjük ezt az egészet. Meghívtunk téged, 96.972 néző volt a mai mérkőzésen, a 73. néző azt telettél volna, de nem jöttél ide. Ezért nem tehetünk más, mint innen Barcelonából gratulálunk neked a 150. frisbeadáshoz. Még legalább 96.972-t kívánunk neked. Írtunk egy dalt két pisilés közben. Fogad nagy szeretettel, Dynamic elreppeli neked. Na ciao. 150 frisbeet eldobok neked, Dynamic a nyakadon, kapkodod a fejed. Rossz időt mutat a barométered. Tetovák fel azt, hogy Hajdú Péter a Katonyakára vagy a Vádliára. Kint szórakozunk Barcelonában. Gyanázod öcsém, a meccsenként vagyunk. Ennyi volt az egész, most már elhagyunk. Most már elhagyunk. 150 frisbee, gratuláció még egyszer. Szia Péter. Ja. Ciao. Az Eurovíziós dalversenyt követően itt nálunk Magyarországon is megrendeztek egy kevésbé nagy nyilvánosságot kapott dalfesztivált. Hölgyeim és uraim, most érkezik a győztes! Kívánok! Mennyiben és miben változott meg az élete a győzelem óta? Hát először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek ebben a fantasztikusan nívós műsorban, és köszönöm a művész úrnak, hogy meghívott. Én nekem azóta mindenem megváltozott. Másképp megyek az utcán, másképp köszönnek rám, rengeteg fellépésem van, és egyszerűen úgy veszem észre, hogy imádnak az emberek. Szűk körben vagyunk, ezért kérem válaszoljon őszintén. Vajon szakáll nélkül is megnyerte volna ezt a versenyt? Mit egész gondol? Biztos vagyok benne, bár én szakállal születtem, ezt meg tudom mutatni. Kiskori képemen látszik, és én így születtem, és biztos vagyok benne, hogy anélkül is menne. Nem tudom, hogy milyen fesztiválokra hívják, de például egy motoros fesztiválra mennyiért menne? Motoros fesztivál az én álmaimban is az szerepel, de én erről nem nagyon tudok beszélni az anyagiakról, mert én a menedzseremnek köszönhetek mindent, és ő intézi az ügyeimet, a fellépéseimet és az anyagi ügyeimet is. Mindent neki köszönhetek. Készültünk egy meglepetéssel, hiszi vagy nem, itt van velünk a menedzser is. Fogadják ne. Szeretettel! Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Szóval ott tartottunk, hogy vajon mennyiért mennének el fellépni egy motoros fesztivál? Motoros fesztivál, befogod a pofába? Motoros fesztivál, azt nem. Jó, hogy nem láncfűrész fesztiválra nem küld. Küldje el a kisasszonyt, érti? Elmegyünk mi, elegáns helyekről megyünk, érti? Operaház, érti? Műpa, mappa, pipa, érti? Én is szerettem volna az utóbbiban részt venni, de nekem mindig részt, mármint, hogy föllépni ezeken a helyeken. Befogod az arcodat? Befogod. Na most az van, hogy nekünk a művészetire kell érti, nagyon fontos. Igen, mert az én saját... Egészségére rosszul van? Nem, csak jön vissza a sörre, hogy elnézzem. Megakad ilyenkor a torkán a munkás. Befogod a pofádat? Cigarettából a... Megbefejtő! Finanszlát! Maradj! Finanszlát!
állandóan szerepelhetnék el. Nem, most csak mégiscsak én vagyok. Fogd az arcodat, vagy én elmondom. De az a sors, miért kell az a sors furcsa fintor, hogy önök hasonlítanak egymásra? Nekem ilyet még senki nem mondott. Hogy hasonlít? Hallgassa meg a hangomat, mi hasonlítok rá semmibe? Teljesen másképp van szerintem. Meg befogod a pofádat? Most nem tudom, miért kell mindig ilyen durvának lenni. Leesett a nyálacskád az előtt. Sört meg kell igazítani. Lehet, hogy nem is munkás. Ezért még szalmonunk, ha hazamegyünk kereplőre. Ne jobb is lenne. Kicsit többet adnál. Fejezd ma abba. Mindig smucigoskodik. Fejezd abba. Olyan egyszerű. Mukor is adtam neki heti 200 forintot, nem volt elég semmire. Ő annyira zsugori, hogy saját magának a parizerti second hand üzletből veszi. Nem tudom, hogy miért kell így viselkedni. A design egyébként kinek az ötlete? Micsoda? Miket beszélsz te? Design. Ja, azt eladtam már 2 hónapja, az nekem nem volt. Azt eladtuk. Nem tudok róla. Eladtuk az izét, ami az, azt eladtuk. Értem. Nem volt biztosítás, inkább eladtuk. Más kérdezek, a ruhát ki tervezte? Nincs olyan, hogy tervezés, hanem nekem van egy kedves barát. Befogod a pofádat? Miért kell mindig így letorkolni egy hogy ilyen tervezt, művész? Nem volt, nézd oda, ma mit csináltam. Állandóan nem élvez a kezében a pohár. Szörnyű. Nem voltunk egy kisebb településeken. Mit csinál a pohár, mert nem hallottam. Semmi, elment belőle a lé. Szórja a pénzt. Szóval, ha nem voltunk kisebb településeken, ne arcoskodjál már. Nem, én csak megjegyeztem valamit. Nem voltunk kisebb településeken. Jobb, ha nem tud mindenki mindenről. Ebben maradjunk. Az a biztos. Állandóan beszél. Nem voltunk kisebb településeken. Szóval ott hagytam a borotvált a hugonnak. Na, az a helyzet, hogy így maradtunk. Ha gondoltam, maradjunk így. Ez már nem jön be soha többet. Ez a poén, ez ellet. Kérem, úgy mondják, egy kicsit a emberek, de jön egy más. Köszönöm neki még egyszer. Az a poén, hogy a hugomnak, mert ő is szakállas. Na, ne hülyeskedjen, tényleg? Ismeri a hugomat? Nagyon szép szallegény. Tessék elmondani még egyszer, besegítek. Személyi száma másféllel kezdődik, nem kell tudni. A ruhájukat mi tervezte? A ruhát nem kell tervezni, nekem van egy nagyon kedves befogod barátom. Befogod a pofába? Nem tudom, miért kell. Mi az, hogy ki tervezte? Hát egyszerűen ez így van, ez így jó, én nagyon szeretem ezt, ezt hordom éjjel-nappal, mert a mező meg egyszerűbben beüri, kiüríten a dolgokat, ért is, hogy könnyű a dolgok. Könnyítés egyszerűbb lett volna. Fussunk neki még egyszer. Nem futunk már senkinek neki. Szóval sokkal könnyebb ebben a ruhába könnyíteni a mezőn, érti ez az igaz. Ezt akartam mondani, csak belepofázik mindenbe. Én nem pofázom, én énekelni szoktam és beszélgetni, ő meg mindig letorkol. Amikor elmegy a falujában a kocsmába, akkor is ebben a ruhában? Éjjel napon ebben a ruhában vagyok, összenőttünk már valahogy, meg vagyunk egymással. Így szeret lenni. Befogod a pofádat? Nem kell neked állandóan beszélni. Durva vagy. Szóval ebben a ruhában vagyok éjjel nappal. Ki most azért szokta? Velem együtt szoktam, minden napon mosolni. Persze, persze. De előtte nem áztatok, csak rögtön puty bele a mosógépbe, az hagy menjen. Ez mindent így csinál. Bújj bele, hagyj menjen. Jóban vannak egyébként? Nem kedvelik nagyon egymás? Szeretünk egymással veszekedni. Az van, hogy van egy része, amikor dolgozni kell, akkor nincs kimélet, érti? Akkor ki kell menni, és elő kell adja az arcát, érti? És akkor utána megüvöltözik velem. Nem is szoktam üvöltözni, azért, mert pofán csaptalak kétszer, az nem üvöltözik. De a felkészülésben segít neki? Természetesen. Mindig fölsegítem a létrán, persze, segít. Úgy szoktam mondani, hogy amikor beéneklem magam, akkor utána jön ő, és utána szokott rám üvölteni. Most nem teszi meg, mert huncut. És egyébként hangszere játszanak? Valamilyen hangszere? Én például, kérem szépen, van nekem a nagymamám spinét. Van az a hangszer, meg brácsa, a nagybátyám. Én meg ciszternál játszom, de eléggé vigyázni kell, mert ha lehangolódik, akkor cseszheti az egészet. Ma este itt a Frisbee-ben ünnepelünk, azt nem tudom, hogy tudják-e. Hála a jó Istennek, igen, és nagyon szépen befogod köszönöm. Befogod a pofába, hogy itt lehetünk. Mert el kell, hogy mondjam, hogy a 150 éves évfordulója van a hajdúművész úrnak, és így szeretnénk egy kis meglepetéssel, hoztunk valamit. Bocsánat, hoztunk valamit, mert milyen többet szomba beszélsz. Bementem a Hester cukrával, és 1430 forintot. Köszönjük szépen!
nem hoztunk, hanem én megvettem 1428 forintében. 30-at számolt, meg 2 forintot, ugye, már nem szok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Azt kívánjuk, hogy remeg nagyon a keze, jól érezze jól magát a további 150 évben is. És... Nagyon szépen köszönöm. Igazán jól esik, de ez a beszélgetés most önökről szól. És igen, rólam szól elsősorban. Befognád be a pofámat, hogy mondjam el, amit akarok. Az otromba őszintén, maga is fogja maga el. Maga mondja nyugodtan, elnézést. Te kis torta van az arcán, jól látom? Tessék? Maradt még tegnapról a brassói a professzor. Szóval... Szerződést kötött valakivel. Szóval... Nekem eltartási szerződésem van a pohártól, új eltartási szerződés. Ott tartottunk, hogy köszönöm a gesztust, de ez a műsor önökről szól, és én próbálom megfejteni. Nem engedi, hogy megfejtse. Még azt kér, hogy megfejtse, add még hiányzik. Olyan, olyan féltékeny, nem enged semmit. Fogd már be az arcodat, maradjál már. Hadd mondjál a művész úr. Próbálkozom, de... Tehát az igazság az, hogy, hogy nem tudtam még megfejteni. Hiába, nem hiába, is kell megfejteni, hiába nem. Azért de... vagyok itt, hogy fejtegesse őt. Én arra itt vagyok fejtegetni. Megbeszélhetjük majd. Az ön... Azt szeretném én látni, hogy te megbeszélsz valamit. Olyat is szokott, hogy csak nézi. Nagyon nem kicsit igaz, a haja igaz, belelógott a tortába. Nem igaz, nem igaz. A nézi az meg riporter. Miket beszélsz itt össze-vissza? Na, szóval viszont az ön menedzseri tevékenységét én igencsak megkérdőjelezem, mert őszintén szólva ebben a stúdióban roppant bunkó módon viselkedik. Hogy micsoda? Én bunkó? Miért vagyok én bunkó? De olvasni szokott egyáltalán? Micsoda? Persze, hogy szoktam. Mit olvasott utoljára? Gázórát legutoljára. Hogy micsodát? A gázórától, az a szakma, mi baj? Nagyon tudja, milyen szép, tudja, az, milyen szép. De maga egy egyszerű gázorral leolvasom? Nem egyszerű az. Nagyon, nagyon érdekes számok vannak egymás fogd mellett. Fogd már a pofádat, nem te kimossa a szarból. Kimondom én a magam, jó, én nem kell neked itt a reggel. Megtámogatod, nem vagyok én olyan. Igenis, leolvasom a gázorát, nagyon szép. Némék villog olyan szépen, ki van suvicolva, bizonyám. Tehát be van kötve egy másik csős, de az nem érdekes, érti. És gázorral leolvasóként hogy talált rá a felfedezett hát az az igazság, hogy kimutó... Ott voltam mögötte. Nem úgy volt, mert kimentünk ellenőrizni, már állítólag egy ilyen kis 30-40 négyzetméteres házból lakott, és azt mondták, hogy egy cseppelműveknek a szintjén fogyasztották a gázt. Hát ugye rögtön tudtuk, hogy valamilyen gépet rákapcsoltak. Nem. Semmi lufis üzem volt a szomszédban, kölcsön adtam nekik egy kicsit. Az még egy dolog, de ő is szívogatta rendesen. Lényeg az, hogy én őszintén szólva ebben az interjúban próbáltam mindvégig toleráns maradni. Micsoda? Mi lenni? Toleráns maradni. Tolerán. Mit mondtál? Egyszerűen letolerás az, hogy mit mondhat ilyet valaki, hogy toleráns Európa ember létére. Hát azt nem kell mindent elviselni az embernek. Hanggal elintézni. Még kell neked mindig közben pofázni. Azt mondta, hogy toleráns, nem tűröm el senkitől. Tehát, ezt nem hiszem. Azért, mert egyszerű gazorról olvasok, nekem nem mondja, hogy toleráns. A francba. Megint amiatt van, mert állandóan kiabálsz. Nem kiabál. Hogy kiabálnék? Miért kiabálnék? Teljesen nyugodt vagyok. Hát még soha nem fognak minket meghívni Nagy Tájra. Miért ne hívnának meg? De fel fognak hívni. Nem tettek róla ez elmebeteg azt mondta nekem, hogy toleráns. Nekem ilyet ne mondjon. Az de bántja az ember. Így viselkedni. Miért? Mit csinál? Most mondd meg, hogy mit csináltam. Semmi, nézd magadra. Hát, izé van, hát ő dobta ide, én csak megpróbáltam. A hisztériáddal kiborítasz engem fogd is. Fogd az arcodat, a művész úr meg elment. Úgy nézett ki, mint egy fáradt vízitündér. Mennyi van a most mit csináltál? Tönkretetted a izejét neki. Én nem tettem tönkre semmit. Ha akar visszajön, ha akar itt marad. Fogod a pofámat befelé? Fogod a pofámat. Na itt van, jön, itt van, jön, na végre már itt is van. Ha.
szerepelj már! Kicsi kortás hajad. Ennyi volt a Frisbee 150. adása. Velünk legközelebb szeptemberben találkozhatnak. Kellemes nevet, éjszakát kívánunk! Eredjél már kifelé! Eredjél már kifelé! Eredjél már! Ez a sógor vagy sógornő egész Európát megeteti. Nem megyek többet osztrákba síelni, mert az Alpokban is van Yeti. Kállai Sanders András most csalódott picit. Ha tudta volna előre a siker titkát, növeszt két cicit. Slitzel, lapos, mint a Wiener Schnitzel, hullámos, mint az infó, a tangában két Mozart golyó. A szekrétanyára gyakran jár ez a Rumcájsz-szerű nő. Johann Strauss, nyomd a zenét, szóljon a kék osztriga keringő. Kár volt este megnéznem ezt a Eurovision Fesztivált, mert utána rémálmomban lesmárolt a Sandokán. Hogy lehet Léni maga, állal a férfi szaga, itt a szörös osztrák Léni gatya. Hogy lehet Léni maga, állal a férfi szaga, itt a szörös osztrák Léni gatya. Lila fehén szakállal, Ferenc Jóska tangában, együttműködő partnerünk a Gilda Max mozgásközpontok. Stábunk és vendégeink felfrissüléséről a Hellstrom Kóla gondoskodik a Hell Energy Magyarország jóvoltából. Munkatársaink és vendégeink a 6x6 taxival utaztak. Együttműködő partnerünk a Hajas Szalon. A műsor támogatója a megújult Tommy Hilfiger Fashion Street.